A Kazinci Általános Iskolától egy angol-magyar szakos osztály búcsúzott. Az igazgató szerint jó képességű gyerekek alkották a közösséget. Bizonyítja ezt, hogy valamennyien felvételt nyertek az első helyen megjelölt középfokú oktatási intézménybe. Tanulmányi átlaga 8. is 4,32 század lett, és azt hiszem 4-en voltak, akik 8 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredménnyel végeztek ebben az osztályban. Tényleg egy nagyon jó képességű osztály. A mostani 8-osok éves felméréseket is, amennyire belenéztünk, tényleg nagyon jó eredménnyel írták meg. A Jókaitól két osztályi gyerek búcsúzott idén. Narobe Vilmosné a Béseket igazgatta osztályfőnökként. Mi már legalább egy hónapja sírunk minden egyes alkalommal, mikor eszünkbe jut, felvetődik, és arra gondolunk, hogy nem fogunk elválni egymástól, mindig keresni fogjuk egymást. Elképesztően jó volt. Az osztályközösség 6-tól kezdve mindig összetartott. Bármilyen baj volt, osztályfőnök is mindig kitartott mellettünk, mindig, hát úgymond kerültünk néhányszor bajba, de leginkább olyan bajban, ami tényleg emlékezetes volt, és bármikor, mikor visszaemlékszünk majd rá, szerintem mindenki nevetni fog rajta. A Petőfi intézményegységben a ballagást megelőző napokban a gyerekek a saját maguk által készített műsorra búcsúztak el a pedagógusoktól. Az ünnepségen pedig szüleik, rokonaik jelenlétében az iskolától is elköszöntek a német nemzetiségi osztály tagjai. A jó hangulatban érkezett el az évvége. A legtöbb gyerek még ilyenkor fogja föl, hogy ezek az utolsó napok, és hogy ezek után már szétszéled a társaság, és mindenki másik középiskolába fog kerülni, a nagy részük legalábbis, és hát most jönnek rá, hogy a barátságok azok végig is milyen erősek voltak. Az Esze Tamás tagintézményből idén szintén egy osztály ballagott. Az osztályfőnök szerint ezek a gyerekek különleges közösséget alkottak az iskolában. Egy kivételes tehetségű és egy nagyon különleges osztály fog most elballagni innen, és ez nem csak az én véleményem, hanem azt hiszem, hogy az összes kollégám, aki szaktanára ennek az osztálynak, biztos, hogy érzékelni fogja a hiányukat, hiszen minden egyes programhoz, minden egyes versenyhez, tanulmányi versenyhez, vetélkedőhöz mindig mindennel két vállal álltak oda, soha nem kellett őket noszogatni semmire. Nekem is nagy élmény volt. Ugye sok verseny, de ezen kívül rengeteg iskolai programon részt vettünk. Szinte felsőben minden éven volt nyári tábor, a nagyján részt vettem, és nagyon szép helyeken jártunk, és így összekovácsolódott az egész osztály ezek alatt. A Kazinci Ferenc Általános Iskolában és intézményegységeiben saját hagyományaik szerint búcsúztatták el a ballagó osztályokat.